Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, miről lesz szó a következő percekben. Vidéken is megkezdődött az aláírásgyűjtés. Közel 350 gyerek karácsonyát teszik szebbé idén Szekszárdon. Szükség van a falu gondnokok munkájára a kis településeken. Könyv jelent meg Magyarország elmúlt 10 évéről. Katasztrófa védelmi rajzpályázatot nyertek a Tolna megyei gyerekek. Bátaszéken találkoztak a Dél-Dunántúli régió ellenzéki képviselő jelöltjei aláírásgyűjtési kampányuk vidéki nyitó eseményén. Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök jelölt arról is beszélt, hogy a Dél-Dunántúl Európa hátrányos helyzetű régiójává vált, miközben számos kiaknázatlan lehetősége van arra, hogy magasabb életszínvonalat biztosítson az itt élőknek. Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá elsőként azt a gyűjtőívet, mely az összefogás által népszavazásra bocsátott kért kérdésben a Fudan Egyetem Magyarországi Iskolájának építése és a munkanélküli járadék időbeni meghosszabbításának tárgyában kéri ki a lakosság véleményét. A bátaszéki kampány vidéki nyitórendezvénye volt, melyen részt vettek az ellenzéki összefogás dél-dunántúli országgyűlési képviselőjelöltjei. Miniszterelnök jelöltjük szerint ez a térség a rendszerváltás egyik nagy vesztese. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb vesztese az elmúlt 30 évnek. Az talán Tolna kevésbé, én azt gondolom Baranya mindenképpen közötte van ezeknek a területeknek, Békés. Tehát itt a déli régióban, és hát sajnos sok más régió is, de különösen ezek a déli régiók, ezek nagyon komoly lemaradásban vannak még a Magyarországhoz képest is. Magyarország pedig sajnos az Európai Unión belül is a legszegényebb, pontosabban azon belül a legtöbb szegény emberrel rendelkező ország. 75% a magyaroknak uniós szegénységi küszöb alatt él. Ez sokkal rosszabb adat, mint az összes többi ország, Bulgáriát, Romániát is beleértve. Bozsolik Róbert, az ellenzéki összefogás dél-dunántúli koordinátora azt mondta, közös gondolkodásuk eredményezheti azt, hogy a régió elindulhat egy fejlődési folyamatban. A Fudan Egyetem és az egyetemi város ügye csak látszólag budapesti kérdést tette hozzá Bozsolik Róbert, hiszen a vidéki gyerekeknek is biztosítana majd a diákváros szállás lehetőséget. Én azt gondolom, hogy minden vidéki település szempontjából fontos esemény volt ez, hogy miniszterelnök jelölt úr egy vidéki településen írta alá azt a népszavazás kezdeményező aláírásívet, aminek az egyik fő kérdése az tényleg a jövőnkről, nevezetesen egy budapesti diákvárosról szól. Hiszen a kormányzatnak az a szándéka, hogy nem egy olyan diákvárost épít, ami a magyar fiatalok jövője szempontjából fontos, megfelelő, olcsó, jó minőségi szállás lehetőséggel és minden olyan körülménnyel, ami a jövőbe fektetett lehetőségét biztosítaná számunkra, hanem egy kommunista ország egyetemét szeretné megvalósítani és annak feltételrendszerét egy olyan országba, ami szakított a kommunizmussal. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van, hiszen mi vidékiek tudjuk igazán igénybe venni a diákvárosnak a lehetőségeit, hiszen vidékről mennek majd fel a fiataljaink, és veszik igénybe a főiskola és egyetemi oktatást. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy véli, a népszavazáshoz szükséges 200 000 aláírás jövő év januárjában rendelkezésre áll majd. Idén csaknem 350 ajándékkal teli cipős dobozt adományoztak a szekszárdiak a helyi humán szolgáltató központ által pártfogott gyerekeknek. A Babits Mihály Kulturális Központ ugyanis ismét megszervezte a már hagyománynak számító cipős doboz akciót. A kor és nem szerint összeállított felajánlásokat a tervek szerint még karácsony előtt megkapják a kicsik. Szépen csomagolt ajándékok sorakoznak a Babits Mihály Kulturális Központ karácsonyfája alatt. Lezárult az intézmény által szervezett cipősdoboz akció, melynek köszönhetően csaknem 350 gyerek karácsonyát tehetik szebbé. Babits Mihály Kulturális Központtal most már mondhatom, hogy több éves hagyomány, hogy ők gyűjtik a cipős dobozokat, és mi pedig a rászoruló családoknak eljuttatjuk. Elsősorban azoknak, akikkel mi kapcsolatban állunk, mint humán szolgáltató központ. Mi egyébként ugye 5 szakmai egységben dolgozunk, tehát a Család és Gyerekjóléti Központ, Család és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a közösségi pszichiátriai ellátások, illetve a hajléktalan segítő szolgálat tekintetében is. Hajléktalan segítő szolgálat tekintetében szokták többször megkérdezni, hogy hát úgy kérem, hogy a hajléktalan segítő szolgálatnál
vannak, akik édesapák, édesanyák, nagymamák, nagypapák, és nagy örömmel fogadják ezeket a dobozokat, amit át tudnak adni a gyermeküknek, illetve az unokájuknak, úgyhogy a hajléktalan segítő szolgálat is így jön ebbe a képbe. Tehát azt mondhatom, hogy az ügyfélkörünkben rászorulók között juttatjuk el ezeket a dobozokat, és ugye azt kell tudni, mint minden cipős doboznál, hogy ráírják a nevüket, illetve tehát úgy, hogy nemüket, így mondom, a korukat a gyermekeknek, és akkor ez alapján tudjuk mi a csomagokat adni, mert hogy ilyenkor már az ünnepekre készülve nálunk már konkrétan megvannak azok a címlisták, ami alapján mi ezeket el tudjuk juttatni, hogy a családok átmeneti otthonába is, ugye ott mindig jelen pillanatban most elég kiskorú gyermekek vannak, de hogy ugye őnekik is mi az, amire szükség van leginkább, és akkor ezeket, akik ilyenkor jelentkeznek, hogy szeretnének családokat támogatni, vagy akár az intézményt, akkor tudjuk mondani, hogy mire van szükség. A felajánlók szinte bármit tehettek az adományokba, mindössze annyi kikötés volt, hogy az ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer, gyógyszer, illetve gyógykészítmény. Leginkább egyébként az a jellemző, hogy így a visszajelzésekből, tavaly előtti visszajelzésekből, hogy sok játék, írószer, könyv, aminek nagyon-nagyon örülnek, illetve tartós élelmiszer, lekvár szokott benne lenni, és ennek is nagyon örülnek azok, akik ezt megkapják. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere szerint az akció meglehetősen jól mutatja, hogy a Tolnai megye székhelyen élők összetudnak fogni egy fontos ügy érdekében. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog és szép gesztus, hogy ismételten vállalták itt a szervezést és a dobozoknak a begyűjtését. Szép számmal jöttek a dobozok. Itt mögöttünk most körülbelül olyan 300 körüli doboz van, és nagyon-nagyon körültekintően ment a szervezés, mert hát azt kérték mindenkitől, hogy romlandó dolog, gyógyszer, egyebek ne legyenek benne, és a másik része a dolognak az is meghallgatásra talált, hogy gyakorlatilag, ha már valaki adakozott, amit nagyon-nagyon köszönünk, legalább azt is meghatározta, vagy ráírta a dobozra, hogy milyen korosztálynak szánja a csomagot, kisfiú, kislány, milyen korosztály, stb. Stb. Ezzel még egyszerűbbé tették a dolgokat. Szebbé, meghittebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepeket a rászoruló családoknak. Annyit szeretnénk még megemlíteni, hogy köszönet mindenkinek a szervezésért, a lebonyolításért és természetesen az adakozásért. Én áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok itt a szervezőknek, és természetesen akik adakoztak azoknak is, és ez mellett a város lakóinak összességében. A tervek szerint a Humán Szolgáltató Központ karácsonyig minden gyermeknek eljutatja az ajándékokat. A Tolna megyei önkormányzat falugondnoki képzést indított, aminek a keretein belül olyan szakembereket képeznek, akik 1000 főnél kisebb lakosú települések szociális feladatait el tudják látni. Segítik a falvak, tanyák lakosainak a hivatalokkal történő kapcsolattartását, az élethelyzetből adódó problémák megoldását, a hagyományok őrzését. A 260 órás kurzusra több mint 20 fő jelentkezett. Azért szerveztünk egy ilyen akciót, és azért álltunk mi is az élére ennek a folyamatnak, mert úgy látjuk, hogy a kis településeken komoly szükség van az önök munkájára, és komoly szükség van arra a szervezésre, arra a támogatásra, amely az ott élő népességnek segíti a mindennapjait. Első alkalommal indított a Tolna megyei önkormányzat falu és tanyagondnoki képzés Szekszárdon. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntötte azokat, akik jelentkeztek a tanfolyamra. Elmondta, hogy sokrétű és kiterjedt feladat vár rájuk, hiszen a cél az, hogy a kis településeket egy jól élhető településé alakítsák, és ebben felelős munkájuk lesz a leendő falu és tanyagondnokoknak. 1000 főnél kisebb településeken működtethető a szolgáltatás. Én nagyon komoly reményeket támasztok ezzel a tanfolyammal és az itt kiképzett hölgyekkel és urakkal kapcsolatban, hiszen azt jól látjuk, hogy mennyire szükség van ezekre a dolgokra.
A kis településen nagyon sok magányos ember él, nagyon sok idős ember él. Különböző mértékben korlátozott emberek élnek. Az anyagi helyzet a kis településeken a legalacsonyabb szintű. Tehát sok minden halmozottan, úgy hívjuk ezeket, hogy hátrányos helyzet. És ezen a hátrányos helyzeten kell valamilyen módon segítő kezet nyújtani, és azt gondolom, hogy ez a falu gondnoki hálózat felépítése, elindítása és szakmai tartalommal megtöltése, ez nagyon komoly segítség lehet. Sok helyen, kisebb falvakban, tanyákban nehézkes a közösségi közlekedés, illetve intézmény hiányában nehéz hozzájutni közszolgáltatáshoz, valamint az alapvető szükségletek kielégítését segítő különböző szolgáltatásokhoz. A falu gondnoki szolgáltatás célja, hogy ezen helyek hátrányait enyhítse. Nyilván a hétköznapok fogják eldönteni, hogy mibe kell segíteni, de én úgy fogalmaztam meg most a megnyitón is, hogy leginkább az a fontos, hogy egy emberséget és egy pozitív hozzáállást tudjunk átadni ezeknek az embereknek, és ők tudják továbbadni a rászorultaknak. Falu és tanyagondnok lehet az, aki a megyei önkormányzat által szervezett szükséges képzést elvégzi. A képzésen felkészítik a jelentkezőket az alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, hivatalokkal, helyi közösségekkel való kapcsolattartásra, az élethelyzetből adódó problémák megoldására, emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, a hagyományok erősítésére és a közösségi alkalmak megteremtésére. A képzésre több mint 20-an jelentkeztek. Megjelent egy könyv Magyarország elmúlt 10 esztendejéről. A kiadványt miniszteri biztos szerkesztő mutatta be a Matthias Corvinus kollégiumban szervezett előadás keretében. Magyarország 2020 címmel látott napvilágot az a kiadvány, mely az ország elmúlt 10 évének fejlődését mutatja be. A közel 1100 oldalas kötet 50 tudományos dolgozat gyűjteménye. A műszerkesztője Mernyei Ákos miniszteri biztos azt mondja, 2010 egy korszak határ Magyarország életében. Egész egyszerűen leszámolt a kormányzat 2010-től a merjünk kicsik lenni korábbi meggyőződésével, és elhittük, hogy az élet minden területén bizony ütőképes tud lenni a magyar modell, ahogy Széchenyi mondta, a saját tengelye körül forgó Magyarország, és igenis azokat a kellemetlen, negatív, káros, hátrányos folyamatokat, amik az előző évtizedet, az azt megelőző évtizedet jellemezték, azokat meg lehet fordítani, és ezt kiválóan láttuk, hogy úgy a gazdaság, úgy a demográfia, úgy a nemzetpolitika terén el lehet indulni. Mi azt gondoltuk, szerkesztőtársammal Orbán Balázssal, hogy azért szükséges egy ilyen összefoglaló mű, hogy pontosan megírjuk azt a történetet, hogy mi történt az elmúlt 10 évben. Mindazok, akik érdeklődnek ez iránt, azok a maguk érdeklődésen megfelelő területen lássák, hogy mi történt velünk. Az elmúlt 10 esztendő vezérgondolata a magyar érdekek előtérbe helyezése volt, egyfajta patrióta gazdaságot működtetünk, mondta Mennyei Ákos, amiről a szerzők elmondják saját gondolataikat. Abból indultunk ki, hogy a szerzőink olyan jeles akadémikusok, vagy gyakorló szakemberek, vagy egyébként más egyetemi elméleti szakemberek akár, akik a maguk tanulmánya szerinti szakterületen kiváló ismerői annak a témának, arról egy megalapozott, objektív, lényeglátó, és egyébként a közvélemény számára emészthető módon képesek értekezni. Az sem titok egyébként, hogy nem 50 tanulmánnyal indultunk. Tehát ahogy mi is, ahogy néztük, hogy mégis miről kellene még az elmúlt 10 évben írni, mik azok az élet aspektusok, mik azok a problémák, témák, amiről kellene még nyilatkozni, úgy szaporodott a szerzőköret, és a témákat és a szerzőket így passzintottuk össze. Azt akartuk megírni, azokat a sarokkő jelentőségű témákat, ahol ez a kétharmados alkotmányos felhatalmazottsága leginkább előjön. Csak ugye, ahogy haladunk előbe az időben, meg tematikusan, meg az élet mindig színesebb annál, mint amit el tudunk képzelni, úgy jöttünk rá, hogy igazándiból a magyar modell, és ez a patrióta nem csak gazdaságpolitika, hanem patrióta kormányzáspolitika, az szépen becsatornázódott az élet minden területére, és azt gondoltuk, hogy akkor azokat se hagyjunk már ki, ne csak azt, aminek közvetlenül az alkotmányokhoz köze van. A műnek, mondja a szerkesztő, van egy historikus jelentősége, nem aktuál politikai kérdésekre keresi a választ, amely adott esetben nemzetközi kontextusba is helyezi az adott témákat. Mindazoknak ajánlom, vagy ajánlanám, akik érdeklődnek a velünk történő dolgok iránt, és szeretnék megérteni, hogy merre halad a világ, merre van benne Magyarország, és merre próbál irányítani, illetve próbálta az elmúlt 10 évben irányítani az ország sorsát. A Könyvtolna megyei bemutatóját a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi irodája szervezte meg.
Idén két Tolna megyei intézmény nyerte el az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt rajzpályázatot. A Tolnai Vosinszkimor általános iskola és a Szekszárdi Wunderland óvoda kapta a legkreatívabb iskola és óvoda címet. A pályamunkákon keresztül a gyerekek bemutathatták a tűzmegelőzés fontosságát, a tűz jótékony és káros hatásait. Tolna megyében a Vosinszkimor általános iskola a legkreatívabb iskola. Bán Attila Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője adja át a legkreatívabb iskolának járó díjat az egyik kisdiáknak, akinek a rajza szintén hozzájárult az elismerés elnyeréséhez. A Tolnai Vosinszkimor általános iskola már évek óta meghatározó szereplője az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt alkotói rajzpályázatnak. Idei évben is 82 rajzot küldtek be az iskola diákjai. Olyan pályamunkákat vártak, amelyeken keresztül a gyerekek megmutatják, hogy hogyan látják a tűzmegelőzést, a tűzvédelmet, a tűzoltók munkáját. Meklun Mira máskor is részt vett már a rajzversenyen. Én nagyon szeretek rajzolni, és szerintem a rajzolás egy olyan dolog, ami megnyugtató, meg úgy izgalmas. Máté Lilla szintén hozzájárult alkotásával az elismerés elnyeréséhez. Mert úgy gondoltam, hogy szeretném az iskolát segíteni, hogy ezzel tudjunk nyerni. 2012 óta hirdeti meg az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a rajzversenyt, ahová az óvodásoktól kezdve a középiskoláskorú gyerekekig vehetnek részt, és nem csak rajzokkal lehet jelentkezni a megmérettetésre. A rajzpályázat céljáról beszélt Bán Attila tűzoltósági főfelügyelő. Természetesen vannak irodalmi művek is, most is érkezett ilyen irodalmi mű, és vannak kézműves alkotások is. Itt már a Szekszárdi Wunderland óvoda intézményvezetőjének adja át Bán Attila az elismerést. Idén újra ők nyerték a legkreatívabb óvoda címet. Kovács Jászmin is ebbe az oviba jár, ő is készített rajzot a pályázathoz. Rajzoltam egy tűzoltóautót, tűzoltót, cicát, meg egy fát, meg tüzet. A Szekszárdi óvoda kompetencia alapú nevelési programjában nagy szerepet kap a tűz jótékony, illetve káros hatásainak megismertetése a gyerekekkel, és erre a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek, mondta el Kónyáné Aut Evelin óvónő. A külső világ tevékeny megismeréséhez hozzátartozik napi szinten, hogy foglalkozzunk a gyermekekkel ezekkel a témákkal. Most pedig az adventi időszak alatt rendszeresen gyújtunk gyertyát esetleg az adventi koszorún. Ott is fontosnak tartjuk, hogy már megtanulják azt, hogy a tűz lehet a barátunk is, amely jó számunkra, de egy veszélyforrás is lehet, és ezért fontosnak tartjuk ezt a biztonságos szemlélet kialakítását a mindennapok során, illetve a rajzpályázat keretein belül rendszeresen nézegettünk könyveket, esetleg a tűzoltók munkájáról, vagy hogy a tűz mennyire lehet hasznos számunkra a mindennapi életünk során, illetve tervezzük, hogy ellátogatunk a tűzoltóságra, ahol megismerhetjük a tűzoltók munkáját, felszereléseit, és így a gyerekek is kicsit közelebb kerülhetnek ehhez a témához. Az óvodapedagógusoknak köszönhetően a legkisebbeket is belevonják az alkotásba. Szólhat a rajz a tűzoltók munkájáról, tűzmegelőzésről, erdőtűzről, vagy akár lakástűzről is. Egyetlen kitétel van, hogy szabad kézi rajzot kell beadni pályamunkának. Hatalmas ováció fogadott bennünket itt Szekszárdon, a Wunderland óvodában. Itt gyakorlatilag 107 darab pályamunka érkezett, főképp szabadkezes rajzok. Ugye itt a kis, közép és nagycsoportos óvodások készítették ezeket. Ők elnyerték idén is, 2021-ben is, nem csak a megyei szinten, hanem országos szinten is az ország legkreatívabb intézménye címet. Ezúton is gratulálunk neki. Nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek már ilyen kis fiatal korban elkezdik gyakorlatilag a tűzoltóhivatás iránti érdeklődést. Nyilván ebben nagyon nagy segítségükre vannak otthon a szülők, valamint itt a pedagógusok, akik nem mehetünk el szó nélkül, rengeteg munkát és energiát fektetnek abba, hogy ezek a pályamunkák elkészüljenek, és azt gondolom, hogy meg is lett a gyümölcse. És foglalkoznak, tehát valaki a fantáziájára bízza ezeket a rajzoknak az elkészítését, és egy sárkányt vet a papírra, valaki egy tűzoltó beavatkozást fog szépen lerajzolni, és vannak olyan
vannak, akik kicsit már összetettebben gondolkodnak, és a megelőzést is megpróbálják már ilyen kicsi korban, tehát most nyilván a nagycsoportos óvodásokra gondolok, tehát a megelőzést is megpróbálják már így gyakorlatilag papírra vetni. Ilyen formában láthatunk így a 105-ös, 112-es hívószámokat. Nagyon sokszor találkozunk olyan óvodákkal, ahol ezekkel a gyerekekkel már, a gyerekek már tisztában vannak eznek a telefonszámnak a jelentőségével, és azzal is, hogy hogyan oldhatnak el esetleg egy kisebb kezdeti tüzet. Úgyhogy ezúton gratulálunk egyébként így az óvónéninek is, valamint továbbá valamennyi pedagógusnak, egész Tolna megye nagyon szépen szerepelt ennek a pályázatnak kapcsán, úgyhogy ezúton is köszönjük az ó munkájukat. Az elismerő oklevélen és a kupán kívül a gyerekek a rajzoláshoz szükséges eszközöket is kaptak jutalmul. Ez volt az év utolsó közéleti magazinja. Minden kedves nézőnknek kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok a Tolna Táj és a Pannon Televízió minden munkatársa nevében. Viszontlátásra!